fellépésekkel, bemutatkozási lehetőséggel. Fontos megbeszélés zajlott Tolnán a civil fórumon. Berta Zoltán alpolgármester ismertette, milyen célból ültek össze. Hogy ismerjék meg a civil szervezetek, illetve a művelődési intézmény egymás programjait, lehessen egymás programjaihoz csatlakozni, és ugye most már nem egy, hála Istennek, több olyan városi rendezvény program van, akár önkormányzati intézmény által szervezett, vagy civil szervezet által, ahol nem egy, hanem több civil közösség fog össze egy-egy jó program érdekében. A korábbi tartalmas évek tapasztalatai alapján idén is nagy jelentősége volt az ülésnek. Baksainé Kenesei Éva, a Humán Bizottság elnöke hívta össze a tagokat. Nagy öröm volt számomra ez a mai találkozó, mert nagyon szép számmal, tehát 19 egyesület vett részt, és elmondhatom, hogy évekre visszamenőleg ez már egy stabil mag. Ez azt jelenti, hogy ők biztos, hogy dolgoznak keményen, mert ugye hallhattuk itt, hogy milyen programokat valósítottak meg, illetve milyen programokat fognak megvalósítani. És a mai délutánunknak tulajdonképpen a fő mottója lehetne az is, hogy hogyan segítsem a másikat. A szervezetek többsége már régóta működik, és folyamatosan azért dolgoznak, hogy segítsék és színesítsék a lakosok hétköznapjait. Ők már régi szervezetek, ők és tehát valóban tevékenykedő a város civil életében jelentős szerepet betöltő egyesületek. A tagok egyenként elmondták a 2024-es évre tervezett eseményeiket és a tavalyi évi tevékenységeiket. Zsinka János, a Vándorló Szépkorúak baráti körének vezetője is felszólalt. A fórum megtárgyalta a gazdag 2024-es naptárát, ami a jövőben még bővülni is fog további elemekkel.